rendszer értékteremtő, kiemelt ágazat, a társadalom megújító és hajtóereje, nemzeti és egyetemes kultúránk alkotó eleme, amely sok más terület előtt elsőbséget élvez. A közjót és az egyéni célokat egyaránt szolgálja, tiszteletben tartva mások jogait, egyensúly teremt a hagyományok és a folytonos megújulás között. A közoktatás fejlesztése és színvonalának emelése stratégiai feladat, amely nem képzelhető el nagyobb állami szerepvállalás nélkül. Ugyanakkor az EU által Magyarország rendelkezésére bocsátott fejlesztési források minél nagyobb hányadát is az emberi erőforrás fejlesztésére kell fordítanunk. A Nemzeti Együttműködés kormánya azt vállalja, hogy a neveléstörténetünkben bevált, régóta sikeres, hagyományos értékeket őrizzük és fejlesztjük, visszaállítjuk az esélyegyenlőség jegyében újabban lefelé nivellált magyar közoktatás egykori felemelő szerepét, a széles és igényes szakmai közvéleménynek és az értelmiségnek a döntések előkészítésébe történő bevonásával. Vállaljuk, hogy iskoláinkba vissza fog térni az eredményes neveléshez és tanuláshoz szükséges, szabadságon és szabályokon alapuló derűs rend és nyugalom. Az intézményekben megvalósul az ismeretek, a kompetenciák és az erkölcsi rend harmóniája, ezek elsődlegessége. Közös értékeink, nemzeti stratégiai irányaink a munka, a rend, az otthon, a család és az egészség. A nevelő munka erősítésével iskoláinkba vissza fog térni a rend, helyreáll a munka becsülete, és javulni fognak a fiatalság egészségi mutatói. Az otthon és a család szerepének növekedését a nevelés előtérbe állítása mellett a tanítás tartalmainak a szabályozása fogja elősegíteni. Az iskolai nevelés megerősítése és a tananyag kijelölése az egységes nemzet létrehozásában és a nemzeti összetartozás erősítésében, valamint a környezet és a természet fokozott védelmében is mással nem pótolható szerepet fog játszani. Az új oktatáspolitika a műszaki és a természettudományok oktatásának erősítése mellett szorgalmazni fogja 56 részletes és elmélyült feldolgozását az iskoláinkban. Ezt nem csak nemzeti ünnepünk követeli meg tőlünk, hanem az is, hogy a forradalomban és a szabadságharcban rongyos ruháikból is kiragyogó arcú fiatalok, gyerekek óriási számban vettek részt. A maiak egykori és egykorú társai a maiakért. A Trianon trauma is oktatásunk alapvető hiánya közé sorolható. Hogyan is lehetne a nemzettudatot e kettő átélhető megismertetése nélkül élően természetessé tenni? Nem lehet, hogy egy magyar diák iskola évei alatt ne jusson el az elcsatolt területekre, gazdagítva földrajzi, történelmi tudását és otthonérzetét. De mindehhez szükség van arra is, hogy akár mint a nyugati oktatási rendszerekben egy fiatal átlássa a demokrácia működési rendszerét, az egyén jogait és kötelességeit, az egyén és a közösség egymást kiegészítő elszakíthatatlan kapcsolatát, a politikai rendszer mechanizmusát, hogy maga is tudatos állampolgárrá váljék, aki önálló probléma megoldó gondolkodással bír, arra természetes igénye van, mint ahogy arra is, hogy képes és kész legyen maga is gyarapítani nemzeti és egyetemes javainkat. Az országépítés együtt kell, hogy haladjon az új nevelési oktatási szemléletmód és módszer gyakorlatával. Egy 10 év múlva előálló jelen, melyben már a fiataloknak jut szerep, nem nélkülözheti az oktatási rendszer, a szakképzés és a felsőoktatás párhuzamos megújítását, mert enélkül hova tovább működésképtelenné válik az ország mindennapi élete. Új országot építeni csak a fiatalokkal együtt lehet, és természetesen a tanítókkal, tanárokkal, nevelőkkel együtt, akiknek a jövőben várható megbecsülésében testesül meg a fiatalok és a jövő iránti felelősségünk. Tisztelt Országgyűlés! A gyökeres változást a nép vitte végbe most is. A politika csak követi a népszavát. A régi beidegződések lassan megváltoznak. Ilyen régi beidegződésekkel szakít
ez a most benyújtott kormányprogram is, amely eleddig szokatlan módon új műfajban jelöli ki az együttes cselekvés irányát minden területen, így az oktatásban is. A választók elsöprő többségi akaratának megfelelően a Kereszténydemokrata Néppárt és a Fidesz képviselői, politikusai azon lesznek, hogy a programban kitűzött célokat mielőbb elérjük. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm, Hoffmann Rózsa képviselőasszony. Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat. Felkészül a felszólalásra Varga Mihály és Mille Lajos képviselő urak. Következik Balczó Zoltán képviselő úr, Jobbik. Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszterelnök jelölt úr. Mielőtt a kormányprogram oktatási részéhez, annak hiányához szólnék hozzá, egyedjenek meg egy rövid kitérőt. Kinek vagy kiknek a programját tárgyaljuk most? A kézzelfekvő válasz a Fidesz-KDNP koalíciós kormánynak a programját tartjuk a kezünkben. Ez természetszerűen Orbán Viktor jegyez, bevezetőjében egyes szám első szemében beszél, leendő kormányáról szól, mint sajátjáról, ezt tekintsük személyes felelősségvállalásnak. A későbbiekben megállapítja, a rendszerváltás óta először kapott egyetlen politikai erő, alkotmányozó erői felhatalmazás Magyarországon. Majd a program végén azt olvassuk, a Fidesz Magyar Polgári Szövetségnek világos felhatalmazása van, amelyet kizárólag a választók akarata biztosíthat, ezt a felhatalmazást a szövetség, vagyis a Fidesz megkapta. Nos, miközben nem akarom túlértékelni a KDNP társadalmi valós támogatottságát, azért ténykérdés, egy közös lista egyik pártjaként vannak itt. Az ő 36 képviselőjük nélkül nem lenne meg ez a bizonyos alkotmányos felhatalmazás. Mindezt nem azért mondom el, mert az ő fogadatom prókátora lennék, vagy Konkolyt akarnék hinteni két szeretőszív tiszta búzája közé, hanem azért mondom el, mert éppen az oktatási részt, oktatási terület fájdalmas hiánya az, ahol nem látom a KDNP programjának az érvényesülését. Egyébként érdekes, hogy egy-egy kifejezés vajon mit jelez. A nemzeti ügyek kormánya kifejezés szinte eposzi jelzőként 15-ször fordul elő, miközben a kereszténység szó a 86 oldalas dokumentumban egyetlen egyszer sem szerepel. Ezt figyelmébe ajánlom azoknak, a véleményformálóknak, akik keresztény emberek számára kizárólagosan és egyedül és kirekesztőleg csak ezt a listát jelölték meg, mint amire szavazni lehet. Most rá kellene térnem az oktatási program értékelésére, de megdöbbentő módon. Alig több, mint egy oldal található, az alcíma következő, a felső oktatás és a szakképzés célszerűsítése. Így nekünk kell föltenni a legalapvető kérdéseket. Az oktatás mellett meghatározó szerepet kapja a nevelés? Figyelembe veszi a kormányzat, hogy az érték filozófiai kategória, ami az ember világnézetétől függően változik, így ha világnézetileg semleges oktatást deklarálná, akkor valóságban az egyoldalú ateista, materialista szemléletet képviseli. Akar-e változtatni azon a helyzeten, ami az önkormányzatok lényegesen eltérő pénzügyi lehetősége következtében lehetetlenné teszi a közoktatás azon a színvonalának a biztosítását? Vállalja a közoktatási rendszer működtetésének, finanszírozásának, tartalmi és szervezeti szabályozásának állami felelősségét, beleértve a szakmai tanácsadás és a felügyeletet is? Szándékában áll-e olyan nemzeti alaptanterv kidolgozása, amelyik nem csak címében nemzeti? Akar-e változtatni a tankönyvkiadás rendszerén? A jelenlegi kétszintű érettségit meg akarja változtatni az anomáliával szembenézve? És most néhány észrevétel arról, amivel a program foglalkozik, szakképzés és felsőoktatás. Tévesen, mint egy egységes szakképzésről beszél, és itt a szakiskolai képzést érti alatta, a szakmunkás képzés teljesen figyelmen kívül hagyja, hogy a szakképzésiskola után létezik egy magasabb szintű szakképzés. Valóban több szakmunkásra lenne szükség, de a program ennek eléréséhez adjon eszközöket. A duális tanműhelyekben, illetve a gazdaság szereplőinek bevonásával folyó gyakorlati képzéssel egyetértünk, de hogyan teszi vonzóvá a gazdaság szereplői számára ezt az ebben való résztvételt? A felső oktatás legégetőbb képzéseit még csak föl sem veti, a teljesség igénye nélkül néhány.
szembenéz azzal a ténnyel, hogy ma Magyarországon a felsőoktatás területén relatív túlképzés van? A diplomák egy része kényszerű tömegképzés miatt elértéktelenedett, és munkanélkülieket képez? Megváltoztatják a finanszírozás rendszerét, hogy az intézmények ne kényszerüljenek felvenni a megkívánt szintet meg nem ütő hallgatókat. A kifejezés bolognai rendszer elő sem fordul ebben az anyagban. Ennek elemzése a szükséges változtatások nélkül hogyan lehet kilábalás? Tisztában van a leendő kormányzat azzal, hogy alul fizetett, túlterhet, szakmán kívüli pénzkeresésre kényszerülő tanárokkal nem biztosítható minőségi oktatás, nevelés, és főleg nincs utánpótlás. Mit kíván tenni? A kormányprogram szól arról, hogy milyen helyzetből és hogyan kell a gazdaság újjáépítését elkezdeni, de semmit nem mond arról, hogy a magyar bálinti 8 év után, mert félreértés ne essék, a Hillary időszakban is az ő kottáját játszották tovább. Ezután a rombolás után mit akar tenni, pedig ez nem kevésbé fontos, hiszen nem az ember van a gazdaságért, hanem a gazdaság az emberért. Tisztelt országgyűlés! Az előttem szóló Hoffmann Rózsa képviselőasszony elképzeléseivel jórészt egyet lehet érteni. Ezért külön sajnálom, hogy az nem vált a kormányprogram részévé, mert nekünk ennek a dokumentumnak az alapján kell szavaznunk. Ez jelenti a vállalást, ez jelenti a számon kérhetőséget. Ezért, amit az előzőben elmondtam, hogy ilyen módon gyakorlatilag nincs oktatási rész benne, ez önmagában azt jelenti, hogy így ezt a programot a Jobbik Magyarországért mozgalom nem támogathatja. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm, Balczó képviselő úr. Fölkészül Mile Lajos és Simicsko István képviselő urak. Szólásra következik Varga Mihály képviselő úr, Fidesz. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Az átmenet kezdetén 20 évvel ezelőtt, 1989-90-ben a magyar lakosság rendkívül egyszerű célokat tűzött ki maga elé. Ha a gazdaságpolitikai részét nézzük, nem a szabadság, függetlenség és más nagy célokat, akkor azt fogalmazták meg az emberek, hogy jobban szeretnének élni. Úgy szeretnének élni, mint ahogy tőlünk nyugatabbra a szerencsésebb országok, Németország, Ausztria vagy mások. A gazdaságpolitika nyelvére lefordítva ezt úgy fogalmaztuk meg, hogy felzárkózási pályára szeretnénk tenni az országot, és szeretnénk, hogyha az ország utolérné azt, azokat a szerencsésebb országokat, ahol nem kellett 40 év terutasításos szovjetípusú gazdaságát átélni, megélni. Nos, ez a felzárkózás, most már nyugodtan mondhatjuk, kudarcba fulladt 2009-2010 korszakára, hiszen ha megnézzük, a magyar gazdaság ma ugyanazokkal a problémákkal küzd szinte, mint 1989-90-ben. Alacsony tőke a vállalkozásainknál, magas munkanélküliség, regionális és strukturális munkanélküliség az ország sok területén, és a különbség sajnos nem csökkent, hanem tartós maradt a 89-90-es 20 évvel ezelőtti állapothoz képest. Voltak persze ebben különböző korszakok, voltak, amikor a felzárkózás egy sikeresebb pályán volt, és volt, amikor inkább a leszakadás volt, a lemaradás volt a jellemző, az utóbbi 8 évet ennek a korszaknak az időszakaként könyvelhetjük el. Államadósság mértéke ugyanannyi, mint 1991-ben, a munkanélküliség mértéke szintén a KGSE összeomlását követő időszakhoz hasonlít, tehát az ország ebből a szempontból a gazdasági pályát, a gazdasági felzárkózás pályáját nem tudta teljesíteni. A kérdés az, a Nemzeti Együttműködés programja számára az, hogy az ország ki tud-e vajon törni abban az ördögi körből a gazdaságpolitika, abban az ördögi körből, ahol 20 éve van. Abból a körből, amely szeretné az országot felzárkóztatni, tudja, hogy tőkére van ehhez szüksége, ugyanakkor szeretné az ország államháztartását, költségvetését, az ország gazdasági pályáját egy egyensúlyi felzárkózó pályán tartani. Nos, azt kell mondanom, hogy 20 év után arra kell, hogy most vállalkozzunk, hogy ebből az ördögi körből kitörjünk. Hiszen ez a pálya nem vitt bennünket sehová. A munkanélküliség, a szegénység, a lemaradás, a leszakadás, az ország éltanulóból sereghajtóvá válása van 2010 adatai között.